Két év telt el. A háború mind távolabb vidékekre terjed. Kurázsi mama kiskocsia szüntelenül járja Lengyelországot, Morvaországot, Bajorországot, Itáliát, s megint Bajorországot. 1631. Tilli magdeburgi győzelme Kurázsi mamának négy tisztéinkbe kerül. Kurázsi mama kocsia egy szétlőtt faluban áll. Távolról halk katona zene. A söntésasztalnál két katona, Katrin és Kurázsi mama szolgálja ki őket. Az egyik katona egy női bundát akasztott a vállára. Kurázsi mama. Micsoda? Nem tudsz fizetni? Nincs pénz, nincs pálinka. Győzelmi indulót azt játszanak, de zsoldot nem fizetik. Katona. Pálinkát akarok. Későn érkeztem a szabadrabláshoz. A kapitány jól kibabrált velünk. Csak egy órai szabadrablást engedélyezett. Azt mondta, ő nem szörnyeteg. A város nyilván lepénzelte. A tábori pap bebotorkál. Itt az udvarban még fekszenek néhányan. A paraszt család. Segítsen valaki. Vászonra van szükségem. A másik katona vele megy. Katrin nagyon felindul. Megpróbálja rávenni anyját, hogy adjon neki vásznat. Kurázsi mama. Nincs kötöző vásznam. A gyolcspólyákat már eladtam az ezrednek. Ezekért nem szaggatom szét a tiszti ingeimet. A tábori pap visszakiált. Vászonra van szükségem, megmondtam. Kurázsi mama. Megakadályozza Katrint, hogy a kocsira lépjen. Egyszerűen leül a kocsi hágcsójára. Nem adok semmit. Ezek nem fizetnek, mert nincs is semmiük. A tábori pap behozott egy asszonyt, ráhajol. Miért maradtatok itt az ágyú tűzben? A parasztasszony gyöngén. A ház, az udvar. Kurázsi mama. Ezek, még hogy ezek itt hagyjanak valamit. De bezzeg most rajtam a sor. Nem adok semmit. Első katona. Ezek evangélikusok. Miért lettek evangélikusok? Kurázsi mama. Fütyülnek a vallásra. Tönkre ment a házuk. Második katona. Dehogy evangélikusok, katolikus ez mind. Első katona. Nem tudjuk kiválogatni, amikor lövünk. Egy paraszt. Őt is a prédikátor hozza. Oda a karom, a tábori pap. Hol az a vászon? Mindnyájan Kurázsi mamára néznek, az nem mozdul. Kurázsi mama. Nem adhatok semmit. Túl sok a kiadásom. Helypénz, vám, adó, vesztegetés. Katrin gurgulázó hangot hallat, felkap egy deszka darabot, azzal fenyegeti az anyját. Tisztul az eszed? Dobd el azt a deszkát, mert a füled közé sózok egyet, te hütyű. Nem adok semmit, nem akarok. Magamra kell gondolnom. A tábori pap fölemeli a kocsi hágcsóról, leülteti a földre, aztán ingeket kotor elő, csíkokba hasogatja őket. Az ingeim, fél arany darabja, tönkrementem. A házból fájdalmas gyermeksírás hallatszik. A paraszt. A kicsi benn maradt. Katrin berohan. A tábori pap az asszonyhoz. Maradj nyugton, már hozzák is ki. Kurázsi mama. Tartsátok vissza, a tető beszakadhat. A tábori pap. Én már nem megyek be. Kurázsi mama. Ide-oda ráncigálják. Ne pazaroljátok a drága vásznamat. A másik katona visszatartja, Katrin egy csecsemőt hoz ki a romhalmazból. Na, hála Istennek, megint találtál egy csecsemőt, hogy felle hurcoljad. Tüstént add vissza az anyjának, különben megint órákig küszködhetek, míg elszedem tőled. Nem hallod? A másik katonához. Ne társd a szád, menj inkább hátra, s mondd meg neki, hagyja abba a muzsikát. Látom én itt, hogy győztek. Csak ráfizetek a győzelmetekre. A tábori pap. Kötözés közben. Átüt a vér. Katrin ringatja a csecsemőt, és bölcsődalt dúdol. Kurázsi mama. Itt ül, és boldog a legnagyobb nyomorúságban. Tüstént ad vissza, az anya már magához tér. Fülön csípi az első katonát, aki az italokra vetette magát, és most el akar szelelni a falskóval. Az anyát, te barom! Tovább is győzni akarsz? Fizess! Első katona. Nincs egy fityingem se. Kurázsi mama letépi róla a bundát. Akkor hagyd itt a kabátot, úgy is loptad. A tábori pap. Valaki még benn maradt.